Kövessétek be a Facebook és Insta oldalamat, hogyha szeretnétek minden hónapban PGT Danis termékeket nyerni, és hogyha folyamatosan akartok értesítéseket kapni a legújabb videóimról, vagy esetleg rólam, hogy mit csinálok, akkor szintúgy megéri bekövetni. Szeretnél király és hasznos PGT-es termékeket venni, akkor a leírás legfelső sávba kell kattintanatok, ott rámentek a shoppos linkre, és ott kedvetekre tudtok válogatni bármiféle termékek közül. Rengeteg van, szóval jó válogatás. Ha nem szeretnétek lemaradni egyetlen egy videómról se, akkor mindenféleképpen érdemes bekövetni az összes csatornámon, a képernyőn látjátok az összes csatornámat, de amúgy a leírásban is ott van, nagyon-nagyon szépen köszönöm annak, aki ezt megteszi. Hello mindenkinek, sziasztok, Sátkédan vagyunk, és itt vagyunk a következő videóban! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Nos, már így az videó elén el szeretném mondani, egy az itt tart velem Kis, szia Kis! A másik az, hogy nagyon-nagyon, de nagyon kevés százaléka van feliratkozva rám a nézőimnek, szóval körülbelül a... akik most megnézik ezt a videót, azok közül amúgy a 30% az, aki fel van rám iratkozva, a másik 70 az nincsen, szóval azt a 70%-ot nagyon-nagyon szépen megkérném, hogy légy nyomjatok egy feliratkozást az összes csatornámra, de igazából főleg erre, hogy minél hamarabb meglegyen a 100 000 feliratkozom, nagyon-nagyon szépen megköszönném, nagyon-nagyon sokat segítetek vele, köszi-köszi! Na de, vagyis akkor bele, most annyi a lényeg, hogy van egy saját éttermünk Kissel, amit mi nyitottunk, nem túl tehát nem túl jó, vúfiratkozok fel, így is van, szóval nem túl profi, eléggé gagyi, de igazából vannak vevőink, tehát itt vannak hárman, így is van, itt vannak hárman, tényleg meg se kérdeztem őket, jó napot kívánok, jó napot, mivel szolgáltok, bocsánat, csak közben pont beköszöntöm a videómban, mindegy, úgy se értem, mivel szolgáltok, kedves Olusi? Mi az, amit szeretne? Úristen, nagyon gyorsan beszélek. Amúgy nagyon sokan mondjátok, hogy nagyon gyorsan beszélek, sertés hús minden havaromnak. Aha, oké, jó van, csinálom. Csináljuk szépen a sertéshúsokat, nekem akkor marhahús. Jól van, akkor... Nem tudom, mindegy, csinálunk akkor izét, disznóhúst, és akkor mindjárt csinálunk izét, marhahúst is. Na jó, srácok, oké, és amíg eddig ez sül, addig elmondom azt, hogy nagyon sokan mondjátok, szia! Hello! Ó, jött még egy vevő, nagyszerű, akkor nem mondom el, mindegy, hello, mondjad, mit szeretnél, mit akarsz enni, ilyesmi. Ja, igazából. Kérnék egy sült csirkét. Jó, rendben, egy pillanat és kész is van. Akkor gyorsat érdet megcsinálom a többiek előtt. Addig neked itt van a sertéshús, illetve 3 nyers disznóhúst a kutyának. Oké, egy másodperc. 1, 2, 3. Parancsoljon. Ott van, és parancsoljon, ott van. Ó, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagyon kedves. Nagyszerű, jó, ezt gyorsan rakjuk is be. A marhahúst ezt elfelejtjük sütni. Oké, és gyorsan a marhahúst még kivisszük a utolsó vevőnek. Aztán én, na szóval srácok, nagyon-nagyon sokan mondtátok, hogy nagyon-nagyon sokan gyorsan beszélek a videóban és sokszor érthetetlen, de próbálok mindig nagyon aktív lenni, hogy ne legyen unalmas, tehát ezért tényleg bocsánat. Na, kedves Olusi, neked is itt van a marhahús. Itt a lovetta. Na, igen, kérem szépen a pénzt, bevételt, emberek. Köszönöm. De sokat ad. Köszönöm szépen. Jó, az összes barátja helyett is önfizetett? Vagy hogy van? A többiek helyett is gondolom, hogy ő önfizetett. Borra való. Köszönöm szépen, jó, rendben, persze, oké. Köszönöm szépen, na! Király, jól indul azért a mai napunk! Tök merő, már is egy csomóan voltak nálunk, már is egy csomó ételt el tudtunk adni, meg csinálni, meg minden. Tökre menő, hogyha így haladunk, nagyon gyorsan lesz egy sokkal menőbb és nagyobb és királyabb éttermünk. Már nagyon várom, de amúgy annyira csinálni, esküszöm, egy ilyen sorozatot is, ahol úgymond így éttermesi, tehát ilyen éttermes dolgokat csinálunk. Tök merő lenne. Szia! Hello! Cső, mit szeretnél? Mivel szolgálhatok? Kérnék mindenből! Jézusom, oké. Jó, mondjuk ez annyira nem sok dolog. Jó van, azonnal csinálom, uram, egy pillanat és kész van, csak párat kell pistognia és meg is leszek. Na, ez így összesen, igazából egyesével 3 arany, szóval 3, 6, 9 aranyat kérnék. Törzsvásárlói kupon vagy ilyesmi van? Hát igazából nincsen még egyelőre, de majd később biztosan lesz. De hát magát elsőnek látom itt, meg igazából ma nyitott meg az étterem, szóval nem sok törzsvásárló lesz itt szerintem még. Szóval, ja.
Na, a sertes szeletek meg is van, parancsoljam. Aha, annyira imádok boltoskodni, annyira menő. Na, oké, mindjárt meg is lesz a másik. Esküszöm, srácok, szavazzátok meg, hogy szeretnétek-e a Dani Minecraft-re egy ilyen sorozatot, ahol úgymond ilyen éttermesdit csinálunk. Ha akarjátok, akkor mindenféleképpen írjátok le a kommentbe, hogy akartok-e ilyet, mert esküszöm, hogy szerintem tökre menő lenne, ahol mondjuk van egy saját éttermünk, azt fogjuk fejleszteni, stb. Meg ilyenek, aztán ja, még adott pénz? Jó, rendben, hát akkor... Oké, borvaló, köszönöm szépen! Meg is vagyunk, itt van a sztrékje és itt van a sülcsirkéje is. Parancsoljam, öröm és további kellemes napot és viszont látásra meg ilyesmi. Köszi! Hello! Cső-cső! Viszlát, hali! Aj, annyira nagyon imádom, esküszöm, és abból állna úgymond ez a sorozat, ez most így nagyjából így átfut a fejembe, hogy mit tudom én, ugye az első részben mondjuk csak egyféle kaját csináltunk, aztán többfélét, aztán mit tudom én, kéne szereznünk valahogy más dolgokat, stb. Esküszöm, tök menő lenne, mondjuk lenne az étteremnek egy ilyen havi fenntartás, stb. Á, nagyon-nagyon kezdem kitalálni. Tök menő, na jó van! Várjuk addig a többi vevőt, vagy valami. Vúf, mondjad ki is, mi... Jaj, kérsz kaját, jó. Gondoltam. Mit kérsz ki is? Csirke, marha vagy sertés? Melyiket kéred? Melyiket szeretnéd? Melyik lenne jobb? Mindig kapsz marhát, mert látom, jön még egy vevő. Na! Jó napot kívánok, jó napot, hello, üdv, szia. Mivel szolgáltok, jó uram? Mi az, amit szeretném, mivel tudnám, nem tudom. Nem éppen vevő vagyok. Akkor mi tetszik lenni? Bocsánat. Nem tudom, hanem boltvezető. Aha, ön egy boltvezető, értem. Hát akkor mivel szolgáltok? Annak az étteremnek? Más, van itt egy másik étterem? Nem tudom, hogy van itt másik étterem. Aha, tehát annak az étteremnek. Nagyszerű, hát jól van. Oké, remek, király. Azt hiszem, jól van. Nagy és viszonylag olcsó. Aha, értem, jó, hát rendben van. Örülök, akkor nagyszerű, örülök annak, hogy van egy másik bolt, és majd mindenféleképpen kipróbálom a főztjét, vagy valami. Egyszer majd átugrok, vagy valami, aztán majd ön is kaphat egy ingyenes kaját. Nem tudom másholba menni? Nem, ma reggel nyitottam, és szeretek itt lenni. Egy csomóan vannak itt, van egy csomó vendégem, mert nálam nincs vevő. Aha, hát sajnálom, de hát nem én tehetek erről, hogy most önnél nincs vevő, hát nem tudom. És egy kicsit idegesít. Hát elhiszem, engem is idegesíteni, hogyha nem lenne vevő, meg ilyenek, és csak így egy tárék, így egész nap, meg ilyenek, de hát nem nagyon tudok velem mit csinálni. Tehát, hogy így sajnálom meg minden, de hát most igazából ez így érti, tehát akkor add drágábban a dolgokat, de ne te mondd már meg, hogy mit csináljak. Érthető viszlát, de nem érthető. Na jó, kövessük, na, esküszöm, kíváncsi vagyok az éttermére is. Mindegy, majd kéne egy tábla, hogy zárva, vagy valami, majd azt megcsináljuk. Na jó, átmegyünk gyors az éttermű, megnézni, mi van, meg mi ez így egyáltalán. Mert egyszerűen nevetséges, hogy komolyan így megzsolnak minket. Halló, halló, hát kajaküres, hogy az egész étterme szegény. Halló, szia! Cső! Ah, de amúgy neked előre ki vannak sütve a cuccait, hallod? Mi van? Nem tudom, ez nekem egy kicsit így rosszul esett, hogy így megfenyegettél, vagy nem tudom. Tehát, hogy így értem én, hogy így rossz neked, hogy nincsenek vevők meg ilyenek, de ez miatt most ne engem okolj, meg ne engem szígy, meg ne nekem kelljen már változtat meg ilyenek, érted a problémát szerintem. Szóval, ja, nem akarok veled rossz benni. Kíváncsi lettem a kajádra. Nagyszerű, jó van. Adjad, nagyon jó, oké, azonnal csinálok neked akkor valamit. Wow, csodálatos. Nagyon-nagyon beképzeltem, hogy ez záros, egy kicsit nem tetszik, na mindegy. Na, mivel szolgálhatok? Van marhahús, sirkehús és disznóhús, a legfinomabbat. Hát, melyik a legfinomabb? Ti amúgy mit szeretek, srácok? Szerintem legyen akkor a disznóhús, az mondjuk menő. Na! Megsütjük ezt neki, aztán kíváncsi vagyok, vúf, sertés. Így van, kis is azt szereti a legjobban. Mondjuk, de most marhát kaptál, várjál, kis, adok neked kaját. Tessék, kis, parancsolj. Na, szóval, kéz is van a kajája, uram, ez nem más lesz, mint 3 arany. De tudja mit, önnek most ez ingyenes. Ha nem finom, nem fizetek. Jó, mindegy, önnek mondom, hogy ingyenes, szóval, ja, tök mindegy. Na, mondja el a véleményét a ételről, vagy valami. Oh, na, mi az, ízlik? Ízlik, vagy nem ízlik? Tetszik? Gondolom, hogy ez azt jelenti, úristen. Mi az, ennyire jó amúgy? Mert én nem tudtam, hogy ennyire jó, de akkor király. Miközben hívnak engem Instagramon. Tényleg, srácok, kövestök be Instagramon, PGT alulvan a Dani. Maga egy álomszakács. Jaj, ne túlozzunk már. Azért ez kicsit túlzás. Nem tudna nekem dolgozni? Hát, nem. Nekem most saját boltom van meg minden, mármint társulni. Közös étterem? Vagy érted? Hát, nem tudom igazából, hogy legyen. Srácok, ti mit mondtok? Te vagy a jó szakács, nekem meg van a jó épület. Aha.
Hát értem, hogy jó épület meg minden, de látja, hogy én ezt így szeretem csinálni, meg ilyeneket nem tudom. Kis, te mit mondasz? Minden mást kezelnék. Kis, te mit mondasz? Szerinted? Szerinted mit csináljunk? Mondjuk pont Kaja van a kezébe ezzel, most meg tudja vesztegetni. Wuf, mit veszíthetünk? Hát jogos, de na, kis, mit mondasz? Na, menj innen! Ne vesztegess meg a kutyámat! Na, gyere ide, kis. Na, figyelj, megbeszélem a társammal, jó? Megbeszélem a társammal, hogy mit csináljunk, jó? Kérem, menjen arrébb és ne hallgatózzon! Na, szóval, wuf, igen. Igen? Be akarsz menni? Igen. Aj, de... Ugye ezt nem csak azért mondod, mert hogy kaját mutatott neked, és hogy sok kaját adnak. Meg ilyenek. Nem, én nem. Ó, Istenem, kis, ne a kaja motiváljon már egyszer, mondd el, hogy igazából szeretnéd, vagy nem. Úgy ismersz? Igen, úgy ismerlek, eléggé. Na, aj, mindegy. Jó, oké, akkor belemenjünk, srácok? Belemenjünk? Írjátok le a kommentben, menjünk. Aj, végülis lenne egy tök szép éttermünk. Na jó, menjünk bele. Menjünk bele, azt mondom, oké, legyen. Na. Srácok, visszük akkor a cuccokat. Igen, belemegyünk, várjál. Csak átviszem az utcaimat, akkor legalább, hogy akkor még így ezeket el tudjam vinni. Yeah, ez az, örül neki. Na, oké, jó, benne vagyunk. Meglátjuk, hogy hogy bírunk társulni meg ilyenek, de remélhetőleg normális leszel és nem leszel... Nem fogsz ilyen főnökösdit játszani meg ilyenek, nagyon reméljük. Na, de a szakácskodást akkor én kezelem. Aztán ennyi, a többit akkor te intézed. Na jó van, lepakolunk szépen, de mondjuk egy konyhát csinálhatnánk, tehát hogy nincsen konyhát például, ez szerintem egy alapban egy eléggé rossz dolog. Tudod mit, majd áthozzuk akkor az éttermemből a cuccukat. Na jó van, srácok, köszönöm szépen, hogy jutottok velem a videóban, előre meg vannak csinálva, ja? Hát az eléggé gagyi, de nem, majd mi szépen így csináljuk, jó? Úgy csináljuk meg, mert az úgy jó párnaposak, na az úgy fúj. Na! Srácok, köszönöm szépen, hogy jutottok velem ebben a videóban. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámat, csekkoljatok le a többi csatornámat, csekkoljatok le a termékeimet a leírás legfelső sorában, csekkoljatok le az Insta, a Facebook oldalamat, mind a kettő helyen az a neve, hogy PGT Dani, de Instán az, hogy PGT aluvonal Dani. És ja, ez a videó után kezdődik a következő videóm a Dani Minecraft nevű csatornámon. Ott találkozunk, remélem, hogy tetszeni fog és várjátok. Szóval ja, vagy lehet, hogy a Dani kalandokon meglátom, hogy melyiket töltöm fel elsőnek, mert ez most ma a második videóm. Szóval ja, na mindegy, szóval köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, én nem voltam közelebb. Tap, tap, tap. Sziasztok!